Pénteken érkeztünk, Donalutica Hotel meghívott, mint Kárpát-Bánca halászlifőző bajnokát főzni. Szombaton és vasárnap rendeztünk főzést, drávaszögi halpaprikást főzök, hagyományosat, hogy mi Horvátország magyar lakta településében főzzük. Magam is horgász vagyok, úgyhogy nagyon szép területen vagyunk, maga a hotel, a környéke és a Dunaholtága nagyon szép, gyönyörű. Egyszer meglepődtem, nem voltam még soha erre, és amikor eljöttem, nagyon tetszik, és szerintem vissza fogunk térni még ide. Ez itt a háttérben csiptetett ponty, ez a drávaszögben legjobban kopalcson szoktak csinálni. Ezt máshol nem is láttam még, hogy csinálják, szóval ennek a módszere úgy, hogy a hátán nyissuk fel, és a hátán köröztül van kibelezve, úgyhogy a két gerinc van ugye a kiső oldal, akkor ne tudjon berogyni. És így kell elkészíteni. Sok helyen jártam, elég különböző módszereket láttam. Úgymond, hogy Magyarországon talán Baja a legközelebb hozzánk főzésbe is, meg módszerbe is. Úgyhogy én azt mondom, mindig híve vagyok a hagyományos halászlének, halpaprikásnak. Szóval nálunk halpaprikásnak hívják, Magyarországon halászlének. Nagyon egyforma szó, ugyanaz arról az ételről beszélünk, csak a táj véget más az elnevezettsége. Szerintem a hagyományos halászlének az a titka, hogy nem kell túl kombinálni a dolgokat, szóval igazi fűszerpaprika. Én mindenhova a saját fűszerpaprikámat hordom, és nem a sajátomat, amit nálunk termelnek meg a hazai paprikatermelők. Úgyhogy hazai fűszerpaprikával, mikor versenyekre megyek, még a saját vizemet is viszem. Úgy szerintem nagyon egy fontos dolog a víz, paprika, egyértelmű, hogy a hal is. Úgyhogy tenyésztett halakkal szoktunk főzni. Só és víz, meg a hagyma. Ugye hagyma is fontos, hogy hazai hagyma legyen. Úgyhogy az ember, ha hagyományosan tüzön főzi, hazai dolgokkal és egy kis szakács segítséggel, szerintem egy igazi halászlét lehet csinálni, vagyis halpaprikást. Minden szakácsnak fontos a környezete, és fontos, hogy hol főz, mert te ugye nem mindegy, hogy milyen környezetben főzünk, most egy város központjában nem kapja meg se a szakács, se akinek főző azt a hangulatot, azt a tüzönfőzést, azt az illatokat, amit érzünk itt, úgyhogy szerintem megvan mindenki a saját varázsa.